calle blanca, lo más cerquero de Montserrat. Y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. Que los cuarteles de la recoba son el mulato sentimental. Baila mulata linda, bajo la luna llena. Al chiquichi del chileco, canta el negro del tambor. Baila mulata linda, roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Locz Máriát és Kocsis Zoltánt láttátok. Miért éppen az argentin tangó, Marci? Én a tangón keresztül éreztem meg először azt, hogy mit is jelent a pillanatban jelen lenni, mi is az a közös flow, és hogyan kapcsolódom a másikhoz úgy, hogy a közelségemmel ne zavarjam meg őt, illetve ne legyek túl sok, ne legyek túl közel. A tangó egy ölelés, egy érintés, mely megnyugtató, és de ugyanakkor nagyon zavarba ejtően közel. Elnézést, kicsit szuszogok. Mozdulni, mert a másik mozdul, várni, mert ő vár. Együtt lüktetni, együtt lélegezni, nekem ez a tangó. Zoli, miben rejlik az argentin tangónak az a varázsa, ami miatt a tangósok képesek éjszakákon át fáradhatatlanul, szinte megváltozott tudatállapotban táncolni? A tangó tulajdonképpen egyszerűen kifejezve séta ölelésben. A férfi teret nyit maga előtt, beinvitálja be a térbe a nőt, és a nő pedig önszántából belép be a térbe. És ebben a bensőséges helyzetben, ebben a finom, nagyon érzékeny közelségben, ebben valósul meg ez a dinamikus kapcsolódás tulajdonképpen. Köszönjük szépen mindkét produkciótokat. Mi is köszönjük. És akkor jó pihenést.